Március 1-ével a járási hivatal helyett a kormányhivatal bírálja el a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatásának kérelmeit. A járművekre vonatkozó igényléseket idén március 31-ig, valamint szeptember 30-áig nyújthatják be az érintettek a hatósági főosztályra. Azok a kérelmek, amiket már korábban beadtak az illetékes járási hivatalnál, automatikusan átkerülnek a kormányhivatal munkatársaihoz. Az igénylés után egy jogi formai ellenőrzése történik a benyújtott kérelmeknek, majd egy orvos szakértői bizottság rangsort állít föl, és a rangsor alapján a keretszámnak biztosított mennyiségben tudunk határozatot hozni. Ami fontos, hogy a határozat után viszont 4 hónapon belül meg kell valósítani a tervezett beszerzést. Ugye több típusú beszerzésről beszélünk, lehet igényelni új gépjármű esetében 1 millió forintos támogatást. Használt gépjármű vásárlás esetén a támogatás a vételár 60%-a, de maximum 600 ezer forint. Emellett átalakításra is benyújtható kérelem, ebben az esetben a támogatás mértéke 90 ezer forint. A tavalyi évben minden kategóriában érkezett igénylés, összesen 161 határozatot hozott a kormányhivatal. A dokumentumokat személyesen is be lehet nyújtani, a hivatal azonban azt javasolja, aki teheti, ügyfélkapun keresztül elektronikus módon vegye igénybe a szolgáltatást.